Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elvitelre. köztér néven indul keresztény, nemzeti liberális ideológiákat erősítő, közéleti, politikai fókuszú YouTube csatorna, hogy megszólítsa a főleg 30 év alatti fiatal, bizonytalan szavazókat. Hogy hogyan célozná be az égenerációt e a NER, arról Lengyel Tibor írt a HVG 360-ra. Orbán Viktor TikTok csatornája jó, de kevés. A megafon influencerei túl átlátszó politikai papagájok jó móka volt, de kudarc lett a Pesti TV. A 888. ra már alig emlékszik valaki. Három év alatt sem érte átütő sikert a Rákai féle jobboldali partizán, azaz a Patrióta YouTube csatorna. Így most az EP, illetve önkormányzati választási kampányra időzítve megint jön valami új értesült a HVG 360. Úgy tudjuk, az első premiernek szánt adást a Kosut és Jászfai Maridíjas Revicki Gábor színművésszel már felvették, és hamarosan köztér néven startol az ismét csak a Gulyás Márton féle partizán babérjaira törő új, közéleti politikai YouTube csatorna. A köztér.com weboldalt már január 15-én regisztrálták. Jelenleg tartalom még nincs rajta, csak a produkció köztéri padot ábrázoló logója és az üzenet, miszerint köztér hamarosan. Ugyanezt fogad a már szintén létező Instagram fiókjukon is. Az éveleje eleje óta aktívan gründolt projekt az elmúlt egy hónapban fordult a célegyenesbe. A HVG 360 információi szerint most arra összeállt, mint egy húsz főstáb. stáb. Élén a gyártó cég tulajdonos ügyvezetőjével, a köztér egyik fő arcával és műsorvezetőjével, Kuruc Dániellel, aki korábban a Fidelitas Budapesti elnöke volt. A HVG 360 az több olyan filmes szakember jelzése is eljutott, akik részt vettek a köztér stábjának castingján, de végül nem vesznek részt a projektben. Egyikük, aki egy évtizede dolgozik operatőrként, azt mesélte, hogy egy ismerősén keresztül értesült a lehetőségről. Miszerint egy független gyártó cég új műsort szeretne indítani, amely a jól van ez így Youtube-csatorna, és a partizán mintáját követné és kifejezett célja a 30 év alatti fiatalok jobboldalra Fideszre hangolása, valamint a billegők bizonytalanok meggyőzése. A filmes szakember találkozott a készítőkkel is. Így megismerhette Kuruc Dánielt, aki a projekt ötletgazdája, producere és műsorvezetője. Számára Kuruc korábbról csak arról volt ismert, hogy kiemelten sokszor kapott állami támogatást korábbi utazós filmjére a hungarikumokkal a világ körülre. Azt csak most tudta meg, hogy Kuruc a Fidesz ifjúsági szervezetének elnöke is volt 9 évvel ezelőtt. De 2016-ban távozott posztjáról és ki is lépett a Fidelitasból. Végül márciusra a fent idézett operatőr nélkül is összeállt a stáb, és elkezdődött a munka. Hogy pontosan milyen is, arra támpont a köztér projekt koncepcióterve, amelyből forrásaink révén több konkrétumot is megtudtunk. Például a műsor struktúráról. Lenne a fő műsor, köztér show névem, és ezt egészíti ki három másik műsor. A köztér stúdió, a köztér street és a köztér doku. Ez heti háromszor egy, plusz havi egyadást jelentene. Az ötlet gazdák lelkesek és ambiciózusak. Úgy tudjuk a projekttervben is azzal, hogy a produkciónak néhány konkurenciához képest több éves, évtizedes hátrány kell hónapok leforgása alatt ledolgoznia. Azonban megintélésük szerint ez nem lehetetlen vállalkozás. A köztér nem lesz mentes a politikától. Sőt, közéleti politikai csatorna lesz, ami a tervek szerint nem nélkülözi majd a fekete humort és a kendőzetlen őszinteséget sem. A műsor készítőknek kiforrottnak ugye nem mondható, de vázatos elképzelésük van arról is, kiket hívnának be a műsorba. Erről az előkészítés során információink szerint azt kommunikálták, hogy vendégeik olyan, a közéletet meghatározó személyek lesznek, akik ismertek, de mégsem celebek, és akik tetteikkel alakítják, formálják a közgondolkodást. A lényeg, hogy sokan kövessék őket a közösségi médiában. A főműsornak szent köztér Sun, heti rendszerességű, életinterjú jellegű, hosszabb beszélgetés lenne politikusokkal, sportolókkal, közéleti szereplőkkel, a tervek szerint némi humorral fűszerezett, drámai magaslatokat megcélzó módon. A köztér Street műsorban pedig az utca ember által feltett kérdéseket szegeznék a stúdióban a vendégeknek. Az előkészítés folyamatában úgy tudjuk, Szijártó Péter külügyminiszterrel is példáulztak. A harmadik műsorelem a köztér stúdió videó bejátszásokra épül, és kiegészítve a köztér sót, az abban megjelenő vendégről szól, amelyekre ő majd reagál az interjúban. A negyedik műsorelem a köztér doku nem heti, csak havi rendszerességgel jelentkezne, mert időigényesebb az előállítása. Ez, ahogy a tervekből leszűrhető, minden hónapban egy konkrét, fontos közéleti társadalmi témát dolgozna fel 15-25 percben. A készítők tartanak attól, hogy stigmatizálják a köztér projektet, sőt, talán politikai politikailag és propaganda terméknek tartják majd a műsor folyamat. Ezért információjunk szerint nagy hangsúlyt helyeznének az átlátható gazdálkodásra, és az előkészítő munka során azt hangoztatták, hogy jó lenne egy mecénás, egy köztiszteletben álló ember támogatása, hogy végül találtak-e ilyen embert, és hogy ki az illető nem tudni. A HVG 360 az eljutott információk szerint a közszél projekt célja nem meglepő módon a sok megtekintés és a minél nagyobb követőtábor. Úgy tudjuk, azzal egy média kutatás alapján az ötletgazdák is tisztában vannak, hogy egy újabb jobboldali szót cső kontraproduktív lehet. Ezért inkább az a céljuk, hogy a köztér szólítsa meg a két politikai oldal között kallódókat, vagyis a bizonytalan szavazókat. Méghozzá egyedi hangú, őszinte és a keresztény nemzeti liberális ideológiákat erősítő csatornaként. A részletek iránt érdeklődve írásban kerestük Kuruc Dánielt, de március 7-én elküldött levelünkre cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ. Egyebek között arra voltunk kíváncsiak, mikor startolnak, és kik lesznek Kurucon kívül a műsorok főbb arcai. Megkerestük, hogy mekkora a projekt beruházás igénye és éves működési költsége. Kik lesznek a pénzügyi támogatók, de talán gondolkodnak-e például fizetős tartalmakban. Rákérdeztünk az elérni kívánt célcsoport jellemzőire, és arra, hogy rövid, közép és hosszú távon mekkora feliratkozó számra, illetve műsoronkénti átlag nézettségre számítanak. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy pályáznak-e, illetve számítanak-e pályázaton kívüli támogatásokra az új projekthez olyan helyekről, ahonnan a korábbi, Kuruc Dániel nevével filmjezett projekteket, például hungarikomokkal a világ körül, és szponzorálták. A HVG 360 nem csak a műsorokra vonatkozó elképzelésekről szerzett tudomást, hanem arról is, hogy a projekt mögött gyártóként a Tralalalala nevű cég áll a Tralalalala Kreatív Zrt-t a cégiratok szerint idén január 25-én jegyezték be. Fő tevékenysége pedig a film, videó, televízió, műsorgyártás. Az 5 milliós alaptőkei friss vállalkozás vezérigazgatója és végső tulajdonosa a köztér projekt ötletgazdája, Kurucz Dániel, aki 2014 és 2019 között a miniszterelnökségen dolgozott. 2015-ben kormánytisztviselővé is kinevezték. A Tralal alában Kurucz közvetlenül és áttételesen is tulajdonos. Egy másik játékos nevű cégen az Olala Pictures kft keresztül. Ez egy 2019-es alapítású, ugyancsak műsorgyártó profilú cég, amelynek tulajdonos ügyvezetője szintén Kuruc. Az Olala Pictures 2022-ben 16,1 milliós nettó árbevétel mellett 1,9 milliós veszteséget hozott össze. Viszont az előző két évben nagyjából ugyanennyi nyeressége volt, kisebb árbevétel mellett is. Kuruc körül van egy harmadik vállalkozás is. A Salalalala Kreatív Nonprofit Kft-t 2017-ben jegyezték be. Szintén mi is a gyártásra, és szintén Kuruc a vezetője. Meg a tulajdonosa is. De csak 15 hónappal az indulás után, 2018. szeptemberében szállt be a cégbe. Méghozzá nem akárki helyére. Az előző ügyvezető tulajdonos Felegi Áron, Felegi Tamás egykori fejlesztési miniszter fia volt. A vállalkozás ma már jól megy. Mi 2021-ben 5,1 milliós nettó árbevétel mellett 14 milliós veszteséget hozott össze. 2022-ben az árbevételre 39,4 millióra nőtt, és a profit is 12,3 milliós lett. A köztér stábja annak ellenére néhány hónap alatt összeállt, hogy Kuruc Dániel megítélése a filmes szakmában vegyes. Úgy tudjuk, az új produkció iránt sokan érdeklődtek, de amikor szembesültek vele, hogy ez a hungarikumokkal a világ körül sorozat készítőjéhez, Kuruchoz kötődik, sokan sarkon is fordultak. Ahogy egyikük fogalmazott, ha filmes merkekben beszélünk a hungarikumokkal a világ körül sorozatról, elhangzik, hogy ez csak egy dokumentumfilm forgatásnak álcázott nyaralás. Az meg különösen visszaes, hogy filmes tapasztalattal nem rendelkező, egykori pár tag kap sok-sok milliót arra, hogy a saját projektjét megvalósítsa, még a filmes szakma meg konkrétan éhezik. De mit mond erről maga Kuruc? Egy tavalyi interjúban ezt. Egy barátommal 2017. januárjában végre valóra akartuk váltani a régi tervünket, hogy meglátogatjuk a Sankhajban élő hugát. De ő épp hazajött, így okafogyottá vált az utazás. Aztán elmondtam ezt a nagybátyámnak, Kuruc Péternek, aki tévés személyiség, és ő javasolta, hogy Dani, utazzatok és vegyétek föl. Ebből az egy mondatból lett aztán 8 évad a tv 2 n A TV2 által megvásárolt és vetített utazós dokumentumfilmet ráadásul komoly összegekkel támogatta az állami szféra. Közpénzből. A hvg.hu is írt róla, hogy Kuruc cégét, a Salalalala Kft-t tavaly 10 millióval, előzőleg pedig 2022-ben, 2021-ben és 2020-ban is 10-10 millióval, 2019-ben pedig 20 millióval szponzorálta az állami szerencsejáték ZRT támogatásosztó leánycége. 2019-ben pedig Kásler Miklós miniszter döntése nyomán kaptak 16 milliót, 2020-ban 12 milliót, 2021-ben 20 milliót, az Agrár 2020-ban 7 milliót, és 2021-ben is ugyanennyit. Kuruc és a közszér projektben társ műsorvezetőként és részvevő, a Hungarikumokkal a világ körül sorozatban producer társa, az egykori Viva TV és műsorvezető Meruk Marcellel más produkciókat és egy Ők készítették az 1920 Mi lett volna ha című történelmi dokumentumfilmet, amelyet tavaly az m csatorna vetített. Érdekesség, hogy a Trianont elmagyarázó filmben megszólaló külföldi szakértők között találjuk a szélső jobboldali osztrák szabadságpárt házi történészét, Lothar Hübelt is. Ez a produkció és a Szerencsejáték ZRT és a Nemzeti Kulturális Alap segítségével valósulhatott meg. Egyfajta előzmény filmként 2021-ben 1920 az új Közép-Európa címmel a Kuruc Meru páros animációs dokumentumfilmet is készített Trianon századik évfordulója alkalmából. Van munkád és karriered? A legnagyobb hazai és nemzetközi cégek több mint ezer állással várnak a HVG állásbörzén április 17 és 19 között a Paplászló Sport Arénában és online. Ne maradj le az inspiráló előadásokról és tematikus színpadokról, ahol első kézből értesülhetsz a legnagyobb vállalatok irányelveiről és programjáról. A rendezvény ingyenes, csupán regisztrációhoz kötött. Regisztrálj a hvgallasborze.hu weboldalon. Van pár labdarúgó mérkőzés, amiről nagyon sokat beszélnek Magyarországon. Ez az egyik. Vagy ha onnan nézzük, hogy az 1954-es VB döntő az egyik, akkor ez a másik. A kulissza pedig a 80-as évek. Moszkvics, Madonna, Mezei. Csernobil és Irapuato. Német Robert írása az Életem meccse sorozatunkba, amelyel a 2024-es labdarúgó elbére melegítünk. Focista gyerek voltam. Nem olyan tehetséges, mint az apám, de egészen ügyes. Ezt mondták. Az apám 20 évesen a másodosztályban játszott. Úgy volt, elviszi, ha jól emlékszem a családi legendáriumból, az első osztályú salgótarján. De aztán egy téli edzőmeccsen lerúgta a Honvéd egyik válogatott közeli játékosa. Tért kalács törés. Akkor még nem volt lézeres műtét, meg ilyesmi. Szóval több hónap kiagyás, be is fejezte. Inkább a műszaki tanulmányaira fordult rá. Lehettem volna talán salgótarjáni gyerek. Vagy lett volna az a párhuzamos valaki, aki. Egyébként nagyon szép salgó tarján. épp az elmúlt hetekben csodálkoztam rá pár Facebookos fotón rá is írtam egy ismerősömre, aki ott él, azt mondja, a Salgó nem a városban vannak parkok, hanem a város van egy erdőben. Fura, hogy pont Salgó nem jártam soha. Pedig nem nagyon maradt ki magyar város a 90-es és 2000-es években. Messziről indítok. Tértől elő. És időt. Fociról egyébként sem lehet írni. Pontosabban csak a fociról nem lehet írni. A labdarúgás több, mint első és második félidő. 22 ember a pályán, játékvezető és partjelzők. Ma meg már a Varszóba is, és emberek a lelátón. Egyszerűen csak fogom a tárgyat, és elkezdem lefejteni a rétegeket. Szól az apám vitt focizni. 80-as évek eleje Mátyásföld. A Jóska bácsihoz kerültem, aki az apám valami régi sportársa volt, talán a csapattársa. Ő volt az edző. Talán a vasas izzóban játszottak együtt. Érdekes, hogy néha nem emlékszem, mi történt a múlt héten, arra azonban, ha nagyon homályosan is, de gyakran nagyon határozottan, hogy mi történt 40 évvel ezelőtt. Például arra, hogy a vasas izzó valami volt az életem első meccse. Hat éves lehettem, talán hét, valami ilyesmi de most az életem meccséig kellene eljutni. A Jóska bácsitól átkerültem a Karezbához. Ott lakott pár utcára tőlünk, néha a saját Moszkvicsen vitt minket az edzésre. Pár gyereket a környékről. Amikor nem, akkor futva mentünk a Zsoltli valaki a szembeházban lakott. Néha átjött gomfocizni. A honvédnak drukkolt, a nagy 80-as évekbeli honvédnak, Détári, Esszerházi, Gyimesi, Dajka, Nagyantal. Az ő mezőkön volt először reklám. Egy elég sután odaillesztett, odavart, skála embléma. Én meg a vasasnak. Kis, Izsó, Váradi, Dr. Birinyi, Komjáti, kakasfarkas híres. rikszegéza. Géza. Én a Moldova féle csapatba is befért volna a nevével. Tirnauer, Steinitz, Jaszcsák, Pothola, Kongéza. Szóval amikor nem a Kareszbá Moszkvicsán, akkor futva. Végig Mátyás földön, soha nem felejtem el az őszi avarégetés illatát. Plusz meg a medlány sütemény. Pár éve bementem egy OTP fiókba, elkapott egy illat, percekig csak álltam ott földbe gyökerezett a lábam. Nem tudtam, mi van. Valahonnan a gyerekkorból jött. Dezső bácsi, a kémia tanár mostanság halt meg. Olvasom a Facebookon. A család látogatás keretében gomfociztunk a szobámban a földön. Ott kúszott, mászott négy kézláb. Pedig nagyon tartottunk tőle. De közben bírtuk is. Biztos mindenki találkozott ilyen tanárral. Pedig ki a faszt érdekel a kémia. A kovalens kötés, meg az ionos. Egy ilyen tanárval, hogy mégis érdekessé tudta tenni. Zárójelbe zárva. Közeledünk, közeledünk. Esküszöm. A 82-es VB volt az első, ami határozottan megvan. Meg a selejtezők előtte. Bálint László a báró gólja a svájciak ellen. Svájciak a nagyapám szerint. Ahogy Törőcsik András féltérden passzol vissza, a közép hátvéd elcsúszva kotorja be a labdát. Kislaci átemelős gólja Oszlóban. Egy liba legelőn, egy falusi pályán, aztán mi lett a norvég De ez egy másik történet. Trevor Brooking bombagolja, a labda beszorult a népstadionban a hálótartó vasba. Aztán a világbajnokság, a szávadóriak ellen 10-1. Lehetne az is életem meccse, de nem az. Diego Maradona, hogy megjelenik a szemünk előtt. A világ onnantól legnagyobb futbalistája. Aztán az utolsó pillanatban hambába holt magyar remények egyik történelmi példázata a belgák ellen. Ján Kuleman a nyurga belga elindul jobb oldalon, senki nem képes szerelni, felrúgni sem, se Csongrál és a Kerekes Attila beadja, Alex Czernyenszki bekotolja. 1984. Salá Lá mondja Karezbe. Fernando Salanára, a portugálok középpályására gondol, aki felerészt ugye Frank Zappa. Úgy fogunk felállni, fiúk, mint a portugálok. A nemzetközi futballkultúra megérkezik Sashalomra, a Piros Rózsa utcába. De mi inkább a franciákért vagyunk oda, akik két évvel azelőtt olyan szívszaggató módon estek ki a németek ellen. Most pedig megnyerték az EB-t. Platini, Tigana, Gires, Rosato, Batiston, Leroux. És akkor lassan meg is érkezünk. Talán az 1986-os világbajnokságra startoló magyar válogatott volt az utolsó, amelyikért úgy lehetett rajongani, mint mostanában. Már ifista vagyok, még érdekel a foci, de közben már hallgatom a Petőfi rádióban az albumajánlatot, meg a lemezbörze helyett műsorát. Madonnára táncolunk egy hetedikes háziboriban a szomszéd épületben. Közben megmajmoljuk a hollandokat Rotterdamban, nem hiszed el. Ciprus bevakarjuk a sárba. Détári akkora góltrug az osztrákoknak a Gerhard Hanappi stadionban, hogy olyan nincs is. A végén még az is belefér, hogy a hollandok egy balfasz meccsen elvernek minket a népstadionban. Tavasz van, 1986. Felrobban a Csernobili atomerőmű. Anyám utólag mesélte el, hogy csak innen onnan hallották, ne vegyenek zöldséget, és ne engedjék a gyerekeket túlzottan sokat a szabadba. A magyar rádióban Bedő Iván turnus vezető közli a hírt, amit később letírtanak, Bedő büntetésben részesül. A válogatott még márciusban három nóra veri a brazilokat. Itt a húsvét, itt a nyúl, magyar brazil. 3-0. Mielközben Mándi Ivános külvárosi pályákon játszunk. Kőbányai Lombik, Erdért, Postás, Magyar Pamut. A szomszédos házban vendégmunkás kubai szövőnök teregetik a ruhákat. A pénzügyőr pálya valahol fent Budán, a hegyen, szerintem lejt, mert tényleg nem a bíró miatt. Elfutok a jobb szélen, beadom, Szántó Jóska bevágja, hogy kell. Azóta nem értjük, miért száll a Tibi az ausztriai magaslati edzőtáborba utazó válogatott buszáról. Már tizenévesen is olyan zavarosnak tűnik az egész. A szocialista sajtó meg nem köti az állampolgár orráról, hogy mi történik. Összevesztek mezeivel. Megsérült. Visszahívja az Ausztria Wien? A doliról egy mai és akkori fülel is rettenetes dalt ír a VB-hez. Mexikó, Mexikó. Álmok, vágyak állnak sorban. A nemzetközi sajtó és az esélyesek közé sorolja a magyar válogatottat a ruszkikat el lehet kapni, hiszen a világbajnokság előtt kirúgták Eduard Malofejev szövetségi kapitányt. Az utódjának, a kievi sikeredzőnek, Valerin Lobanovskynak csak három hete van, hogy összerencse a csapatot. Kanada sima ügy, a franciák ellen pedig akár a botlás is belefőr. Hogy mi történt Mexikóban, ma sem pontosan tudjuk. Akkor meg főleg nem értettük. Ott van a magyar történelem klasszikus rejtélyei között. A cselepatak, sétálgató törökök a budai várban, Petőfi fehér egyháza és héjás falva között. Talán az irapulatói tészta tette. Ha vagy inkább az, hogy mezei kapitány, ellentétben a világbajnokság helyszínén készülő csapatok többségével, a legnagyobb forróságban küldtek ki gyakorolni a labdarúgókat. Így majd megszokják a mexikói hőséget. Egy interjúban nem is olyan régen egy volt válogatott labdarúgó arról számolt be, hogy mire eljött az első mérkőzés, ettől az edzésmódszertől jártányi erejük sem maradt. De mint a Détár is erről beszélt volna arról a szóló könyvben. A nagyapám foteljébe ültem be, stratégiai pont a lakásban, onnan lehetett a legjobban látni a készüléket. Most, hogy itt tartok, felmegyek a Labdarúgó Szövetség YouTube csatornájára. MLS TV. Amúgy egy valóságos fekete lyuk. órákra képes beszippantani az embert, ha elkezdi nézegetni régi meccsek összefoglalóit. Ott megvan a Magyarország-Szovjetunió mérkőzés összefoglalója. Második perc sajbú, sajbú kiabálnak a ruszkik a lelátón, miközben Rácz László, akkor még Vasili Karlovics Rac végezel jobbról szabad rúgást, a megpattanó labdát Jakovenko vágja a hálóba. Aztán két perccel később Alejnyikov bombagolja. A magyarok csak lődörögnek a pályán. De ezt az Alejnyikov lövést akkor sem védte volna ki Diszl Péter, ha válogatott csúcsformában játszik. Országos sok. Emlékszem, hogy egyáltalán nem értem, mi történik. Az apám erősen káromkodik. Kimegy cigizni az erkére. A fürge Belenovat, a rossz ütemben szerelő Kardos József felrúgja. A kijevi csatár kérdés nélkül vágja be a 11 -est. A legbeszédesebb aztán a negyedik gól. Jakovenko úgy át a magyar csapaton, ahogy akar, mintha másik sebességfokozatban közlekedne. És abban is közlekedik. A játékosok jobbra-balra dőlnek. A védelem szanaszéjjel, a mokány hátvéd, a szőke garaba imre látványosan feladja a sprintet, aztán még ráesik Jarem Csukra, aki bekotorja a labdát. Kész, kivégzés. 56 után 30 évvel megint a ruszkik. A többi már csak végjáték. Zavarov úgy megy el Détári mellett, mintha Döme ott se volna. Aztán Dajka, a honvédos csatár, akit mezei a bal hátvéd posztjára állít be, öngolt rúg. A Lejnyikov meg még a 80. percben is úgy sprintel, mintha egy perccel korábban jött volna ki az öltözőből. Hogy aztán egy fékezett habzású bőr lesz után még a Rodionov is bekotorjon egyet. Nem hiszem el. Felállok a fotelből, egy szabályos kör alakú volt keletkezett alattam. Két év múlva már nem járok foci edzésre. Jön 86-87 fordulójának hótorlaszos tele. Apámtól kapok egy bolgár gyártmányú basszusgitárt, Balagás gimnázium. Elkezdünk koncertekre járni, aztán hamarosan felgyorsul az idő. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten elvitelre. A HVG heti és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, kitarthat a Magyar Péter lendülete a júniusi választásokig, interjút készítettünk Kovács Gergelyel, Stolcsa Viván pedig összeszedte, mi szokott történni akkor, amikor a jegybank és a kormány úgy összekapnak, mint ma Magyarországon. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Az első hónapban csupán 360 forintért. Én Bábel most vagyok, jövő héten újra találkozunk.